Kata, képzeld, elfelejtettem néhány dolgot, de most gyorsan pótolom, ha érdekel. És már elkezdtünk gurulni. Az az autó, az ott azért villog, hogy vannak már repülők, amik nem tudják maguktól, hogy hova kell menniük. Ők követhetik azt. Az a néni, az ott irányítja a tolatást, ugyanis a repülőgépen nincsen visszapillantó tükör, szóval nem lát hátra a pilóta. Ez. Minden ülésnél van egy ilyen. Leírja, hogy mit kell csinálni abban az esetben, ha lezuhannánk. Azt szokták mondani, hogy abban a nem esetben, hogyha vízre szállnánk le, de ez azt jelenti, hogy akkor a nem várt esetben, hogyha becsapódnánk az óceánba. Talán az a néni, ő egy stewardess, ő azért néz, hogy mindenki megtalálja a helyét, mindenki kapjon egy kávét, visz kávét a pilótának is, hogy most más nem mondjak a pilótáról. És most éppen az a néni, hogy hol vannak a diszkjárak is. Ez itt fölöttem, ez az egyik. Akkor kell megúszni, és akkor kinyílik az egész ajtó. Ez itt, mellettem. Ki lehet jutni akkor a gép szárnyára, hogyha menekülni kell a gépből, mert mondjuk kigyullad, vagy ilyesmi. Akkor én vagyok az, aki ki kell, hogy nyissa ezt az ajtót, hogy az emberek ki tudjanak menni. Úgyhogy ez az én dolgom, illetve ezért cserébe nagyobb hely van a lábamnak, mint a gépen a többi részben. Ez a legjobb ülés talán ezen a gépen. Szeretek ilyen helyeken élni, mert picit kényelmesebb, és nem is adják el az összes helyet, ha van üves hely a gépen, akkor az itt mellettem van. Mellettem nem lesz hely, ott pedig azt mondja a néni, hogy Maszk, oxigén, tonkocsi,